Történelmünk Néma tanúi címmel nyílt meg Recskó Béla zentai festő kiállítása tegnap a Németh László Városi Könyvtárban. A Nagy Magyarország történelmi épületeit megörökítő tárlatot november elejéig látogathatja majd a közönség. Recskó Béla 1970 óta a zentai művész élet ismert alakja. A vajdasági alkotónak tegnap nyílt kiállítása a Németh László Városi Könyvtárban. A régi Nagy Magyarországon fellelhető kastélyokat, várakat, templomokat személyesen kutatta fel a művész, majd részletekig menő aprólékossággal rekonstruálta 51 olajképen. A szándékom ezzel a kiállítása az, hogy a széles közönségnek a tudatába beültessem, hogy ez valamikor mind a mi őseink kezemunkáját dicséri, illetve emlékét őrzi, amit az én tapasztalatom szerint nagyon kevesen tudnak, és sokkal többen vannak azok, akik abszolút fogalmuk sincs, hogy ez valóban micsoda. A képek alatti leírásokon keresztül ismerhetik meg az érdeklődők az épület történetét. A kiállítás november 3-áig megtekinthető a Németh László Városi Könyvtár aulájában.